Sziasztok! Egy jó barátom számára szeretném megmutatni ebben a videóban elsődlegesen, hogy a Premiere Pro-t hogyan kell használni, hogyha még nem használtál ilyen jellegű videószerkesztő programot. És mindazoknak is szeretném megmutatni ezt a videót, akik szeretnéknek az Adobe Premiere Pro-val dolgozni. Azt gondolom, hogy ez kellően profi már, és érdemes ráváltani, hogyha korábban használtál más jellegű szoftvereket, tehát előzetesen azt gondolom, hogy már azért értesz ahhoz, hogy vannak hangsávok, vannak videósávok, és hogy nagyjából hogy kell összepakolni egy-egy videót. Nem ez lesz elsődlegesen a lényeg, hanem az, hogy hogyan használjuk az Adobe Premiere Pro-t alapszinten. Vágjunk is bele, én Csibu vagyok, ez pedig a Csibu Obscura csatorna. És már akkor nézzük is, elindítjuk az alkalmazást. Adobe Premiere Pro nekem a 2015.4-es verzióban meg. Azt mondja, hogy adunk egy próba projekt nevet. Megadom a projektnek a helyét, nekem a címekhajtó jó, ez nem a videó helye, hanem annak a fájlnak, amiben amit megnyitva szerkeszthetjük később is a videót. Azonnal előjön egy ilyen jó kis szürke modulos szerkezet, ami elsőre nagyon kuszának tűnhet, de higgyétek el, nagyon-nagyon jó. Alul látszódik a timeline, ide fogjuk bepakolni a videókat, itt fogjuk szerkeszteni a hangsávokat, videósávokat egymás alatt, ahogy ezt egyébként bármely más videószerkesztőben is megszoktátok. A jobb felső részben láthatjuk majd a kész videót, folyamatosan szerkesztés közben. Itt középen ezt sokszor fogjuk használni, van egy audio tracker például, vagy itt lehet látni majd az effekteket, és bizony itt állíthatunk be majd sok kis apróságot. Ez az ablak néha majd átcsúszik ide jobbra, attól függően, hogy itt felül melyik panel elrendezés van kiválasztva, ezek különböző elrendezéseket fognak jelenteni, vagy például a title-oknél létrehozhatunk címeket, vagy különböző szövegeket. Bal oldalon láthatjuk az effekteket, videóeffektek, videóáttűnések, audioeffektek, audioáttűnések kedvünkre, illetve láthatjuk a projektnek a mappáját, hova a használandó fájlokat fogjuk beimportálni. Nagyjából ennyit, illetve még annyit, hogy a timeline-nak itt van egy jó kis kezelőfelülete, ezt a nyilacskát, a Selection Tool-t fogjuk nagyon sokat használni, és a Razor Tool-t. És igazából ennyi, vágjunk is bele. Én már egy mappába összeállítottam azokat az anyagokat, amiket most szeretnék megmutatni. Kétfajta módon importálhatod be legkönnyebben az általad kiválasztott videót, illetve hangokat. Most megmutatom a bödével, ide húzom a timeline-ra. Ez néha bugos, pontosan oda kell húzni, például, hogyha most ezt a hangot a videósávra akarom tenni, látható, hogy nem tudom megtenni, viszont, hogyha szépen egy hangsávot választok ki, már meg tudom tenni. Ha biztosra akarok menni, hogy beimportálta a rendszer, akkor viszont ide húzom be a projektnek a média szekciójába. Valamiért itt kétszer jelenik meg a böde, valószínűleg azért, mert ide már beimportáltam. Innen én most törlöm, de ez a bode.mp4 meg is maradt. Látszódik, hogy mi az, ami hangfájl, mi az, ami kép, és mi az, ami videó. Hát, kezdjünk is bele, és akkor én innen fogom most már bepakolni a timeline-ra az anyagokat. Rögtön itt van egy kép, ezt ő 5 másodpercre időzítette, itt egyébként látszódik is, hogy minden képet úgy rögzít, illetve látszódik, hogy ennél a projektnél, aminek egyébként PR Pro a kiterjesztése, volt itt egy médiafájl, és ebből a médiafájlból ez a rész, az már szépen rajta van a timeline-on, de ezzel igazából én soha nem szoktam foglalkozni, nem is szoktam itt nagyon nézni. Hogyha nagyon szeretnéd, mivel moduláris az egész, át tudod pakolni, hogy mit hol akarsz megjeleníteni, én szeretem lent látni a fájlokat, bal oldalon pedig az effekteket. Jó, nézzük a sávokat, hogy hogyan is működik. Van egy idővonal, itt tudsz rajta kattintgatni. És én inkább be is teszem ezt a videót ide mögé, és akkor lássuk, hogy ha nyomok egy space-t, akkor elindult, egyébként itt is el lehetett volna indítani, én láthatom, hogy melyik másodpercben járunk, és akkor most jön egy váltás, és láthatom a videót. Látszódik, hogy a videó nem tölti ki a teljes képet, úgyhogy ha itt állok, kettőt rákattintok a képre, elméletileg tudom, kellene szerkeszteni, de valamiért nem engedi, lépjünk csak át az editingbe, itt már tudom szerkeszteni, és akkor tudom nagyítani, nem kell hozzá nyomnom semmi segédet, ő automatikusan méretarányosan helyezi, akár még, hogyha így húzom akkor is, tehát ez egy tök jó dolog, tök általános dolog, menjünk tovább. Oké, ez megvolna. A következő feladat akkor az lenne, hogy mondjuk sok nekünk ez az 5 másodperc, hogyan tudjuk leszűkíteni ezt a képet kisebb időzónára, hát fogjuk valamelyik szélét, hogyha oda visszük a kurzort, akkor megjelenik egy ilyen kis pirosság, és akkor szépen tudjuk arrébb vonszolni, meg lejjebb csökkenteni. Ez most megtörtént, ugyanígy működik ez egyébként videóval, hanggal, bármivel. Hogyha én úgy gondolom, hogy valami miatt én szeretnék itt a videóba
tenni egy vágást, mondjuk ki akarom vágni a sárga lapot, akkor átváltok Razor Toolra, kiválasztom itt azt a pillanatot, ahol szeretnék vágni, és kattintok egyet. Amit nagyon szeretek a Premiere Pro-ban, hogy nézzétek csak, meg itt fogok kattintani, nem a vonalon, most nem vonzotta oda, de egyébként, hogyha be lenne kapcsolva a mágnes, akkor oda vonzaná. De a lényeg, hogy nem kell nagyon pontosan, igen, itt vagyunk, látjátok, tehát mellé kattintottam, és oda húzta magához, tehát pontot vágja el, ahol áll a kis kék, nevezzük kurzornak. Ctrl-Z-vel visszavonok, és mint láthattátok, az előbb egy picit ráközelítettem erre az egész sávra. Ezt az Alt gomb nyomva tartásával és a görgővel tudom megtenni, nagyon hasznos eszköz, mert látható most már fél órás, egy órás szakaszokat látok, így viszont szépen másodpercre pontosan, sőt itt nem is fél órás, egy órás, hanem 30 másodperc, 60 másodperc, de természetesen meg lehet tenni azt, hogy percre pontosan lebontjuk. Jó. Szóval itt tudok benne vágni. Ott történt egy vágás, és akkor már itt például ugyanúgy tudom kicsinyíteni, szűkíteni, vagy azt mondom, hogy akkor folytassuk ott, hogy kivágjuk a sárga lapot, itt tartja a bíró, most már nem tartja a bíró, megállítom. A kurzor bal és jobb nyilakkal tudok a videón képkockáról képkockára vándorolni, remélem halljátok, hogy milyen sebességgel nyomom, és látható, hogy hogyan változik így a kép, és ki tudom választani, hogy pontosan ott történjen a vágás, ahol szeretném, úgyhogy kivágtam azt, hogy a játékvezető sárgát adott. Itt van egy kis vágási hiba, mert itt még mutatja, úgyhogy visszább megyek, és itt nem vágok, hanem egyszerűen csak visszább húzom ott a videót. Ami szintén egész jó, hogy a mágnes miatt, ha megnézitek, pont oda fog ugrani, hoppá, pont oda ugrik. Ez néha idegesítő tud lenni, olyankor ki kell kapcsolni, vagy rá kell közelíteni nagyon a sávra, és akkor úgy tenni, de itt már tényleg képkockáról képkockárat mutat, hogyha épp nincs semmi kiválasztva a sávon, akkor fekete lesz a képernyő, de ugyanúgy kirendereli, és ugyanúgy látni fogjuk majd a feketeséget. Jó, szóval jelenleg így néz ki a videónk, történik egy esemény, vágtunk bele, és akkor ezzel itt meg is volnánk. Tehát e között és e között kell váltogatni attól függően, hogy éppen áthelyezzük, vagy éppen kisebb szakaszra bontjuk a videót. Jó, menjünk tovább, és beszéljünk egy kicsit ezekről a sávokról, amik nagyon fontosak. Itt el tudom takarni a sávot, itt pedig láthatom, hogy hány darab videósáv van jelenleg, jobb egérgombbal hozzáadhatunk bármikor bármennyi audio vagy videósávot, és akkor ezt így szépen lehet bővíteni, vagy mondhatom azt, hogy ne halljuk az adott hangsávot. Most, hogyha kiválasztom a bödéhez tartozó hangot, akkor nyilván most ez itt... hát ez nem az az MP3, amit én terveztem volna ide betenni, de annyi baj legyen. Akkor inkább csináljuk azt, hogy ez is ilyen hosszú valami. Érdekes. Most törlöm ezt a... Sőt, nem is törlöm, egyszerűen csak hide-olom, elrejtem ezt a sávot. Ezt feljebb húzom, és illesszük be ezt a Zocker driftinget. Ezt a hangot ő folyamatosan loopolja, így sikerült letöltenem, mert ez Cube-ról való GIF, fogalmazunk így, vagy ilyen kis zenés videó. Nézzük meg, hogy most mi történt. Följebb helyeztem a sávot a kettesre. Jó, ezzel meg is volnánk, tehát itt volt nekünk a videó, hogyha én most rákatintok a szemre, nem fogjuk látni a bödés videót, továbbra sem. Elnézést, hogy a hangos volt a zene, mert mindig ugye azt a sávot látjuk, ami fölülre van helyezve, tehát ennyi nagyjából, hogyha most bödét ide rápakolom, akkor most hallani fogjuk a zenét az első sávból, viszont amellett, hogy hallottuk azt a bödés videót láttuk a másik helyett, és amikor ennek vége van, akkor ezt továbbra is halkítom, akkor váltott a másik videóra. Ilyen egyszerű, nyilván a bödés videót tudom továbbra is kicsinyíteni, és akkor mondjuk a kettő videót egyszerre fogom látni. Nem egy nagy ördöngőség ez. Úgyhogy nagyjából itt
erről van szó. Vannak olyan szituációk, amikor fontos, hogy melyik sáv van kiválasztva itt, meg hogy melyik a fő videósáv beállítva. Igazából itt ezt csak meg akartam jegyezni, hogy tudjunk róla, hogy van, amikor itt ezt be kell kattintani, hogy ha valami nagyon nem megy, akkor gondoljunk erre, hogy itt lehet a hiba, de alapvetően normál esetben ezt nem kell használnunk. Hát ezek a videók, hangsávot ugyanúgy lehet módosítani. Amit én meg szoktam tenni néha, és akkor nézzünk egy újabb videót, ide pakolom a Hattrick című videót, ide a Hattrick MP3-at, ezt lekicsinyítem. Itt is egyébként a mágnes jól látszik, hogy pont akkorára zárja le, ahogy a másik videó fölötte van. És akkor folytassuk innen. Nézzük meg először ezt a szerintem tök vicces jelenetet. Na, ezzel megvoltunk, és itt, ami lényeges, legközelebb én ezt akarom csúsztatni, de nem megy vele a hang. Úgyhogy a kettőt először kijelölöm, vagy egérrel, vagy pedig a shiftet nyomva tartva, és a jobb eger gombra nagyon sok opciónk jön, nekünk a group kell, csoportosítottam most már, hogyha az egyiket húzom, akkor a másik is jön vele. Arra figyeljünk, amikor pakolásszuk, hogy ha ráhúzom az egyiket a másikra, akkor azt ott törölte, tehát beletörölt az adott sávba. És mondjuk itt a hangot most az első sávra teszem, itt is most az első sávnak az eredeti hangja látszódik, hogy rákerült az egyik a másikra. Tehát ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, hogy melyik hangsávban vagyunk. Mondjuk, hogyha így egybe pakolom, akkor most mind a kettő hallatszódni fog, már amennyire fog, mert ha megnézzük, ránagyítok a sávra, Ctrl-t nyomva tartva, látjuk, hogy maga a hangsáv itt nagyon-nagyon halk. Én kivágom a végéről most ezt a Battlefieldet, pak, és hangosítok rajta, jobb egér gomb, audio gain, és itt tetszés szerint beírhatsz valamennyi decibelt, ezzel óvatosan bánj. Azt mondják, hogy nagyjából olyan 3 decibel az, ami duplázza a hangerőt. Most én megduplázom a hangerőt, látszódik, egy picit erősebb lett. Nyilván egyébként lehet hozzátenni, tehát vannak olyan videók, ahol mondjuk egy 10 decibel is lehet, hogy simán rámehet. A lényeg, hogy ezen pedig halkítok, és azt mondom, hogy mínusz 10. És most már elméletileg a kettőt, mind a kettőt hallanotok kell majd, ha nem, akkor sorry. Na hát valami ilyesmi lenne ez az egész, ide most visszahozom a kurzort erre a sávra, Ctrl-t nyomva tartva pedig visszakicsinyítem az audiót. Oké. Mi jön még? Igen. Hogyha már hangsávok és a hangnak a szűkítése. Természetesen van olyan, hogy bepakolod az előre elkészült videót. Mondjuk itt van nekem egy ilyen Most Popular Memes, aminek már eleve, mint látható, van egy hangsávja is. Tehát ez már videóként érkezik, a hanggal együtt érkező videóként érkezik. Na most itt, hogyha vágok, mivel csoportosítva vannak, akkor mind a kettőből kivágódik, hiába itt kattintok. Ez most látszódik, hogy kivágódott mind a kettő. Ez egy nagyon jó tulajdonság, de van, amikor szeretnénk külön választani, mert mondjuk elcsúszott a hang a képhez képest, ilyenkor jobb egérgomb, és unlinkre kattintva külön választottuk a kettőt egymástól. Nézzük csak, mik vannak még itt, amik fontosak lehetnek. A linket azt már mondtam, ez igazából hasonló a gruppal kapcsolatosan, amit az előbb csináltunk, hogy összekapcsoltuk. Lehet állítani a speedjét a dolognak, hogyha valamit még lassabbra szeretnénk állítani, mert úgy még mókásabb lenne. Úgyhogy azt mondjuk, hogy legyen a sebessége 50%-os. Most érdemes nézni, hogy rá fog ugrani. Tehát itt kitolta ezt a videót, a Hattrick videó, így törölt belőle, tehát ezekre a dolgokra azért oda kell figyelni. Egyébként a Ctrl-C, Ctrl-V ugyanúgy működik, tehát itt nyomok egy Ctrl-C-t, idehozom a kurzort, ezt a kék timeline kurzort, Ctrl-V-t nyomok, és akkor rá fogja tenni oda a videót. Hogyha nem akarom, hogy törölje azt, ami alatta van, akkor azokat átteszem másik sávra, és most nyomom a Ctrl-V-t, vagy pedig itt jöhet szóba az, hogy átillesztem mondjuk ide. Nem, akkor az nem itt jön szóba. Jó, mindegy, ez csak egy próba volt.
Szóval már is itt vagyunk, és itt most így láthatjuk az egészet. Meg láthatjuk azt, hogy mennyivel lelassult a felvétel. Na, mi az, amit még érdemes megnézni? Innen nagyjából már semmi lényeges nincs, amit elsődlegesen tudni kell. Itt van egy kis ikon, hogyha túl sok fájt használsz, hogy lejjebb, vagy kicsinyíts rajta, meg tudod állítani, ilyen listás nézed be a fájlokat. Aztán nézzük csak a effect control-t. Jó, alapvető problémánk van, az pedig az, hogy van itt egy kép, és egyből utána elkezdődik a videó, nincsen átmenet. Hogyan csinálunk átmenetet? Video transitions, nagyon sokfajta átmenet van, ami neked tetszik, én amit szeretek, az a... Nem a wipe. A transformot, majd milyen megmutatom, az is egy fontos. Itt is van video effects, transitions, bocsánat, tehát itt is van egy külön transition, erre figyelni kell, és akkor itt lehet mondjuk egy gradient wipe-ot rátenni arra a videóra, amit szeretnél úgy megjeleníteni, és akkor most... Nem látszódott jól. Akkor mégsem ez, hanem a video transitions, bocsánat. Jó, ne bonyolítsuk túl, legyen egy cross zoom. Az elejére, látszik, hogy az elejére tettem, de tehetném a végére is, vagy a kettő közé. Nézzük meg, hogy most hogy néz ki. Azt most némítom, hogy ne halljuk. Pak! Láttátok a zoomot, és láttátok a visszazoomot. Ahogy az egyik váltott, most még az alsó sáv van alsó sáv látható, de folyamatosan most hoppá, nagyból be fog zoomolni a bödés videónk, majd pedig vissza jön a zoomból. Ez egyfajta transitions, itt lehet választani transitionokat, meg lehet hozzá egyébként letölteni, de nekem bőven elég az, ami alapból benne van a programban. Ugyanígy van audio transitionsnél, crossfade-nél exponenciális növekedés, hogyha az elejére teszed, és csökkentés, hogyha a végére teszed. Ez azt fogja eredményezni, hogy nem hirtelen fog nagyot szólni a videó, hanem szépen felerősödve, aztán pedig szépen lehalkítva. Nézzük csak meg! Mennyivel jobb volt így. És akkor a végén szépen lehalkítja. Ezt egyébként szintén lehet állítani, hogyha ráközelítünk, akkor hoppá, lehet még ezt húzni, vagy visszább állítani, attól függően, hogy mennyire hosszan akarjuk ezt beállítani. Én itt ilyenkor folyamatosan az adatot nyomom, hogy ráközelítsek, vagy pedig távolodjak a videósávról. Mi az, ami még fontos? Igen, mondtam az előbb, hogy fogok egy ilyet, hogy video transform. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Legyünk itt a... Hát jó lesz nekünk ez a hat-trick videó most. És, hogy tudjátok mit, ez az egészet törlöm a francba. És fogjunk egy új videót. Legyen ez a Neymaros, nézzük meg, hogy mi történik. Amit nem hallotok, elkiáltja az edző magát, hogy Neymar, és mindenki földre dobja magát. A VB-ről ismerős lehet a jelenet. Na szóval, hogyha valami miatt én ezen szeretnék módosítani, akkor a cropot rádobom a videóra, így lett neki egy effektje. Hol látom ezt a crop effektet? Ha megnézzük itt a editinget, akkor van egy effect controlsunk, és itt a videóhoz tartozó összes beállítást láthatjuk, ez már kezd advanced mód lenni, de nagyon jó kis dolog, és egyszerű használni. Egyrészt a positionjét a videónak, ami éppen ki van választva, tehát hogyha megnézitek, akkor attól függően, hogy mi van éppen kiválasztva az idősávon, attól függően állíthatjuk be az adott videót. Vagy talán, hogy a kettőt kattintunk az FX-re, az is segít, nem tudom, mindegy. Szerintem az is segít, igen, itt is látjuk a timeline-t. Tehát tudjuk például itt is méretezni. Tudjuk állítani a pozícióját X és Y tengelyen. Tudjuk forgatni, egyébként ezt a forgatást úgy is meg tudjuk csinálni, hogy kettőt kattintunk ide a videóra, és akkor itt szépen ezt csináljuk. Hogyha bele kattintunk, egyébként pontosan be is lehet írni, amit szeretnénk. Állíthatjuk az átlátszóságot, hogyha mondjuk alápakolok egy másik videót, akkor az is
látszódjon vele együtt, csak akkor ezt inkább fölé teszem. Elég bénán néz ki ez most ki ebben az esetben, de látszódik valamennyire mind a kettő, ezt én most nem akarom tovább látni. A Neymaros videót viszont igen, és az opacitit visszaveszem 100%-ra. Itt is tudom állítani a sebességet, nagyobbra, kisebbre, és akkor itt látható egy crop. Hogyan vágok ki belőle? Hát balról, jobbról, föntről, lentről, ahogy tetszik. Én például így szoktam megcsinálni a streamjeimnél, hogy az arcom a kis alsó sarokban legyen, és ne legyen benne a szobának a fölösleges része, azt így szépen levágom. Ez a crop azért került ide, alapból nem lett volna itt, mert azt mondtam a effekt részen, hogy ezt a cropot ráhúztam erre a videóra. Ennyi, van horizontál flip, hogyha ráhúzom, akkor egyből hoppá, meg is fordult. Ez trükkös lehet, hogyha kicsit jogvédett tartalmat szeretnétek feltölteni a YouTube-ra. És nagyon sok egyéb, ezeket érdemes kipróbálni, melyik mit is csinál, hogyan is működik. És akkor utána, hogyha visszamentek az editingbe, akkor pedig láthatjátok, hogy itt volt ez a horizontál flip, és akkor, hogy pontosan hogyan is jelenjen ez meg, hol jelenjen meg, egyéb állítások, maszkolási technológia, és itt tovább nagyon sok egyéb opció és lehetőség. Jó, akkor amit még mindenképpen meg akarok mutatni, azok a title-ok. Ha rákattintok a title-re, először mindig beugrik egy ilyen kis hülye ablak, ami gyakorlatilag betölti nekünk a title-okat, és itt van egy jó kis title név, vagy egy title rész, ahol hozzáadhatok új title-öket a videóhoz. Én nem szoktam ezeket elnevezni, egyszerűen rányomok, hogy oké, persze, jó lesz így. Hogyha van, ami nem olyan jó az adott Premiere Pro-ban, az a címszerkesztés, vagy a szövegszerkesztés benne. Én inkább azt javaslom, hogy Photoshopban szerkesztetek meg egy szépen kinéző feliratot, azt képként ide szúrjátok be, és akkor az úgy tökéletes lesz. Hogyha nagyon gyorsan akartok dolgozni, és ide ki akarjuk írni, hogy Neymar videó, akkor ennyi történt. Mi a bajom vele? Nem tudom normálisan áthelyezni, csak hogyha nyomom a kontrollt, meg itt oldalt megjelenek itt Title Properties, és itt kell megint mindent átállítgatnom rajta. A fontok betöltése kicsit lassúcska, mondjuk most átállítom BNJinx-re, hát mondjuk ez nem néz ki annyira jól, bár igazából most mindegy, legyen bolster bold. Font size, igazából mindent, amit egyébként is lehetne, itt fönt is látszódik, hogy állítja a font size-at, a betűtípusnak a méretét, milyen legyen a színe a szövegnek, a Neymar videónak, legyen-e belső vagy külső köríve, így most már itt sokkal jobban mutat ezzel a furcsa pirossal, mekkora legyen a köríve, és itt tovább, legyen-e árnyék rajta, tehát Photoshop termék, vagy hát Photoshop termék, Adobe termék, Photoshop családnak a része, úgyhogy nyilván hasonló dolgokat tudunk beállítani. Title style-t megadhatunk, hogyha konkrétan megtetszik ez, hogy jaj, de valami miatt ilyen görögös betűtípust akarunk. Ez is egyébként megszokott. Én ennek a használatát nem annyira ajánlom, mert egyből kitűnik, hogy nem vagy annyira profi a title készítésben, és az mindig felismerhető, hogy na, ez a stílus, ez ebből a programból jött, és csak rákattintottál. De, hogyha nincs más, vagy találsz egy nagyon odaillőt, akkor persze jó az is. Ez még nem elegendő nekünk. Létrehozott egy title-t, amit egyébként ide szépen bepakol nekünk a library-nkbe. Egyébként a library-n belül tudsz létrehozni új mappát, hogyha nagyon-nagyon sok videó, meg kép, meg egyéb hangfájl van benne. És ezt a title-t tudjuk hozzáadni. Most én létrehoztam egy negyedik videósávot, és ez a title szépen ott meg is jelenik. Hogyha én át akarom helyezni, akkor fogom itt az X pozícióját, meg az Y pozícióját, és akkor szépen megkeresem, hogy hova kell tenni, vagy szerintem kontroll nyomásával most is tudom illeszteni, nem most kontrollal, nem. Tehát ilyen gondjai vannak ezzel. Viszont, hogyha sok ilyen kis videócímet akarok, akkor csak Ctrl-C, Ctrl-V itt a title 01-en, átnevezem 2-re. Ez fontos, mert különben mind a kettőt módosíthatja. Beillesztem, és akkor átírhatom 2-t. Rákattintok, bejön a szerkesztő menü, és akkor azt mondom, hogy második szöveg. És létrehozok rá egy másik stílust. És hogyha megy a videó, akkor már is változott. Úgyhogy ennyi a szövegről. Eléggé ilyen érdekes lett itt a kivágásunk, amit alkottunk, de ez most
nem annyira fontos. Nem is tudom, hogy van-e olyan dolog, amit még mindenképpen el akarnék mondani. Ezek itt nagyon fontosak fönt, az assembly-t nem szoktam használni, az editinget igen, ahogy láttátok az előbb is, itt van az effect controls, ja, és persze audio clip mixer, jaj, ez nagyon-nagyon fontos. Akkor tegyünk be egy MP4-et, tegyünk, ne is MP4-et, jó lesz, tegyünk alá egy MP3-at, ezt most megvágom ide, tegyünk be alá még egy MP3-at, mert valami miatt azt oda tesszük, ne kérdezzétek miért, így esik jól, és beteszem ezt a videót, aminek már eleve van egy hangfájlja, vagy hangrésze. Hogyha megnéztétek, direkt meghagytam neki a helyet, hogy a V1 és az A1 sávba beilleszthető legyen, ne törölje ki az ott található hang, vagy épp videósávot. Na hát itt is vagyunk. Mit akarok ezzel mutatni? Van nekünk három hangsávunk is használatban, nem akarom inkább most elindítani egyszerre, mert nagy kotymasz lenne. És van nekünk egy audio fülecskénk, ahol szépen látható az audio clip mixer. Egyébként ez az előbb az editingben is látható volt, itt előjött. Erről, ezt hogyha lenyitod, akkor válthatsz effect controls-ba, vagy audio clip mixerbe, ugyanazt tudja mindegyik, bárhogy is jelenik meg, ez tényleg csak a kinézeteket változtatja. És meg tudod mondani, hogy az A1, A2, A3 sáv milyen hangerősséggel működjön. Tehát, hogyha be akarok tenni a videóban alá egy zenét, ami éppen hogy csak szóljon, akkor érdemes mondjuk egy ilyen mínusz 15-20 decibelt rá beállítani. Ha pedig azt mondom, hogy ez a hangsáv ordibál, akkor annak a hangsávnak megfelelő részt leveszem, lejjebb veszem, és akkor, hogyha elindítom egyébként, lehet majd látni is azt, hogy hogyan ugrálnak. Tehát itt lehet állítani a különböző hangsávoknak a hangerejét. Ez szerintem tényleg fontos információ volt itt a végére. Itt láthatunk minden panelt. Megint ilyenkor betölti a title-öket. A title-nek láthatjuk itt a title túljait, effekteket megint. Tehát igazából sok esetben ugyanazt látjuk, csak máshol van rendezve. Érdemes mindenkinek megtalálni azt, hogy melyik beállítás a szimpatikusabb. Jó, hát én szerintem ennyit a videó szerkesztő részéről. Most kicsit meghűítettem ezzel a sok videókattintgatással, visszamegyünk az editingbe. És készen van a videónk, most én ezt lecsökkentem, ne legyen ilyen hosszú fölöslegesen, meg a végeredmény most amúgy is teljesen mindegy, a mi szempontunkból. Lett egy 20 másodperces videónk. Nagyszerű. Úgy vagyunk vele, hogy most már készen vagyunk, hogyan is menjünk tovább, hogyan rendereljünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, nem szabad azt gondolni, hogy hát csak rákattintok és jó lesz. Én most megmutatom az én beállításaimat, de neten megtalálhatjátok, hogy mi lesz nektek a legjobb. Van nekünk egy olyanunk, tehát hogyha most én azt mondom, hogy save nem lesz belőle videófájl, hanem lementi a projektet, később, hogyha visszalépek, és ugyanott vannak a forrásfájlok, videók, képek, akkor tudom tovább szerkeszteni. Viszont, hogyha szeretnék belőle videófájlt készíteni, akkor szépen exportálom, médiaként exportálom. Be is jött az export settings. Nagyszerű. Én a H264 formulát szoktam használni, de lehet más kódolót is, vagy formátumot. A legmagasabb bitrátát szoktam kiválasztani, de egyébként lehetne azt is, ami mondjuk a videódnak a bitrátája, vagy itt kiválasztani egyéb dolgokat. Nekem ez most megfelelő. Hogyha javasolhatok, mert mondjuk nem ezt akarod kiválasztani, akkor itt is vagyunk. Így is megy gyorsabban. A legegyszerűbb lehet ez a YouTube 1080p HD, az biztos oké, meg ez a HD 1080p, a frame rátát pedig beállítod annak megfelelően, hogy milyen volt az eredeti felvételed, minél nagyobb, annál jobb, de nyilván ahhoz az kell, hogy olyan nyersanyagod legyen, ami tényleg ennyi frame-et tartalmaz másodpercenként. Úgyhogy ennyi, én lehet, hogy most itt ezt ki is választhatnám. Nekem ez a match source, az ugye azt jelenti, hogy megegyezik azzal a forrással, amit bepakoltam neki. Ez azért jó, mert jelen esetben kis fájlokat tettem be, kisebb méretben,
és annak a minőségét fogja használni, de nekem ez megfelelő lenne. Menjünk csak le megint. Hát. Na mindegy, kiválasztod azt, amit szerettél volna. Ah, csak meg akarom mutatni. Na igen, ez is egy Premiere Pro hülyeség, hogy olyan nehezen megy le. Jó, legyen ez a 29. Na, tudjátok, mit legyen a YouTube-os. Úgyis oda megy. YouTube 1080p. Megmutatja, van egy output name, ezt érdemes átnevezni. Lesz egy próba. Premiere MP4. És kell nekünk a videó, kell nekünk az audio, mind a kettőre szükségünk van. Igen, ez itt fontos, itt tudjuk beállítani a video settings-et, meg tudjuk nézni, hogy tényleg HD felbontása és egyebek, ezt nagyon egyébként piszkálni szerintem fölösleges, vagy ugyanez a videóra, hogyan nézzen ki, tehát itt van néhány állítási lehetőség, és hozzáadjuk a sorhoz. Ilyenkor betölt a Adobe-nak a média encodere. Nem tudom, hogy majd látjátok-e. Közben látom, hogy én nálam meg úgy besötétedett, hogy alig vagyok látható, de nem én vagyok a fontos, hanem ez a kis videó. Remélem, hogy egyébként nem volt vontatott, és tudtatok belőle tanulni. Na már itt is vagyunk a média encoderben. Jobb oldalon látjuk azt, hogy mit akar majd csinálni. Láthatjuk a kimenetnek a helyét is, amit már egyszer beállítottunk, de most még egyszer megmutatja, milyen forrásból mit fog csinálni. Egyszerűen csak rányomunk arra, hogy indítsuk el a rendert. Lent látható, hogy milyen fázisban van, pár képkockával, és kírja a várható időt. Még egy 10 másodperc is elkészül a renderelt videónk. Hogyha elkészült, akkor hiába ment föl a csík, még amíg aktív ez az ablak, addig mindenképp érdemes várni. Látjátok, most egy darabig ott maradt, hogyha mondjuk egy félórás videót fogtok renderelni, akkor készüljetek fel, hogy hiába ment végig a csík, még el fog tenni egy perc, mire innen az encoding részből eltűnt minden. Hogyha ez megtörtént, és kírja, hogy not currently encoding, akkor készen vagyunk, bezárhatod ezt az ablakot, lementheted ezt a projektet, vagy akár törölheted is, és leellenőrizheted, hogy jó lett-e a videó, érdemes leellenőrizni, biztos, ami biztos. Próba Premiere. És már itt is vagyunk. Betölt, halljuk a hangot, most én ugye itt lehalkítottam. Megfelelő, úgyhogy én be is zárom, és örülök, hogy készen van. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, hogyha szeretnétek még hasonlót, akkor hozzászólásban jelezzétek. Köszönöm, hogy megnéztétek, én Csibu voltam, jó videóvágást, videószerkesztést, sziasztok!